kedves vendégeinket, és az összes régi és mostani óvodás szülőket, nagyszülőket. Ez a vándorbölcső, ez év szeptemberétől családról családra jár, és olyan rengeteg baba született már szeptember óta, hogy van olyan család, ahol csak három napot tölt a bölcső, és megy tovább a következő születendő kisgyermekhez. Köszöntöm mindenek előtt az édesanyákat. Anyák napján kezdődhetne másképpen az a köszöntés, az a gondolat, ami az óvodával foglalkozik. Édesanyák nélkül nincs óvoda. Édesanyák nélkül nincs család. De hát úgy vagyunk ezzel mi katolikusok, hogy elsődlegesnek tekintjük a családot. Isten rábízza a gyereket a saját szüleire. Nekik kell megadni mindent, a testi, szellemi, lelki fejlődése érdekében. És amit nem győznek, vagy amiben a körülmények akadályozzák őket, vagy ami több, mint amit egy magán személy adhat egy gyereknek, hát abban rászorulnak mások segítségére. A társadalom, az iskola, az óvoda segítségére. Úgyhogy ebben az esetben a szerves együttműködésnek egy nagyon szép példáját látom. 20 évvel ezelőtt, amikor az alapítók gondolkoztak erről az óvodáról, együtt beszélgettünk róla a Szent Gellért plégáriánál. A gyerekek saját kezére készítettek egy születésnapi könyvet. Isten áldja mindazokat, akik tettek vagy tesznek az óvoda érdekében, az óvoda munkatársait, a szülőket és a gyerekeket, akik ide járnak. Köszönöm szépen! Oh,